Nagyon sok embert rúghattak ki a koronavírus járvány miatt áprilisban Magyarországon. Legalábbis erre utalnak a KSH adatai, amelyek szerint a múlt hónapban 428 ezer főre ugrott a potenciális munkaerőtartalék. A magyar gazdaság helyzetét Szalai Berzevici Attilával elemezzük. Aki közgazdász és a korábbi tőzsdeelnök, jó estét kívánok! Estét kívánok! Mi látszik Európában? Mennyire indulnak be gyorsan a gazdasági motorok? Mert hogy az nekünk nagyon fontos lesz, hiszen az Európai Unióhoz, és főleg a német piachoz, meg az osztrák piachoz, főleg a némethez ezer szálon kötődünk. Hát komoly egyensúlyozás folyik minden európai gazdaság ügyét illetően, pontosan azért, mert sok ismeretlen van továbbra is, így májusban sem tudjuk pontosan, mi lesz a végkimenet az egész járványügyi krízisnek. Másik oldalon pedig fogynak a munkahelyek, és fogynak az emberek türelme. És nyilvánvalóan a politikusoknak pedig választást kell nyerniük, a választások megnyeréséhez pedig növekedés kell, mert a növekedés az, ami munkahelyeket teremt. Ennek megfelelően azt látni, hogy több nyugat-európai ország is, meg az Egyesült Államok is történelmi méretű pénzeket önt a gazdaságába. Az, hogy Magyarországon ez látszólag nem így van, legalábbis egyelőre ez nincs így. Egyelőre nincs így, ez való igaz. Ez gond? Hát majd meglátjuk, mert létezik egy potyautas effektus is. Ugye elég erős a magyar export kitettség, a GDP növekedésünk egy jelentős része export orientált, és van egy jelentős magyar munkavállalói réteg, amely külföldön dolgozik. Ezt Nyugat-Európa be tudja indítani viszonylag gyorsan és dinamikusan, akkor az húzhatja Magyarországot magával, mert ahhoz magyar gazdaság elég nyitott és elég kicsi, hogy viszonylag Németország, Ausztria magával húzza. De ez ettől ez potyautas, mert igazán nem tesz semmit, csak csimpaszkodik. Ugye a külföldön dolgozók visszamennek, megkapják a régi munkájukat, vagy találnak újat. Az autóipar, leginkább az autóipar és annak beszállítói pedig meg lesznek attól, hogy a német gazdaság valahogy beindul. Jól értem? Ennyi? Nem ennyi, de ez egy fontos elem. Ez az, amit az Egyesült Államok 1929-ben nem tehetett meg, akkor hasonlóan visszafogott volt a költségvetéssel, és az egy világgazdaságba rántotta a világot, egy világgazdasági válságba rántott mindenkit, de az az Egyesült Államok volt. Ezt nem tehette meg, ezt a gazdaságpolitikát, a világvezető gazdasági hatalma. Az, hogy iparágak bedőltek, az ugye bizonyos dolgokat hirtelen az Európai Unió szemében is megengedhetővé tesz. Tehát, hogy korábban nem lehetett légitársaságokat államoknak finanszírozni, ugye a Malév bedőlésének a története sok minden egyéb mellett többek közt erről is szólt. Ugyanúgy most például engedik a német államnak, hogy segítsen a Lufthansa-nak, szóval arról, hogy az olasz állam, hogyha valóban forráshoz jut, akkor rögtön megpróbálja az olasz légitársaságokat felépíteni újra. Hirtelen az Európai Unió sok mindent meg fog engedni a következő időszakban, amire korábban azt mondta, hogy tilos, mert ez egy újabb lehetőség lehet számtalan államnak, Magyarországnak is. Abszolút. Itt most a kreativitásnak nincsen határa. Egy történelmileg teljesen új helyzetben találja magát az Európai Unió, mind monetáris, mind fiskális oldalon, és most olyanokat kell meglépni, amelyekre eddig nem volt mód. Erre azt mondanám, hogy a kapitalizmus beveti a szocializmust, ahhoz, hogy megmentse mindazt, ami eddig a kapitalizmus kapitalizmussá tette. Tehát akkor az állam, mint hogy az Európai Uniót, ha úgy tekintjük, amelyeknek saját pénze van és bele tudja önteni a gazdaságba, vagy például Magyarország, amelyeknek ugye nem eurója van, itt a forinttal lehetne, voltak éppen bele tudna nyúlni úgy a folyamatokba, hogy a lehető leggyorsabban GDP növekedést érjen el, tehát elindítsa a gazdaságot, azzal a munkahelyeket teremtsen. Ezt miért nem csinálja Magyarország? Érti a logikát? Értem, potyautas, de közben mégiscsak kellene. Az, hogy az Európai Unió elengedi a költségvetést, a Maastrichti kritériumokban nagyon megengedő lett, az például nem jelenti azt, hogy a hitelminősítő cégek nem minősítenék továbbra is olyan alapon és olyan kritériumok mellett az adott országokat, ahogy eddig tette. Na de kit érdekel a hitelminősítő, van félmillió munkanélküli? Az egyfajta korlát,
hogy ki mit engedhet meg magának, ugyanis továbbra is egy kelet-európai országnak nagyon fontos a befektetők és a gazdaságának a külső finanszírozásának a megteremtése. Ha ebbe bármilyen kérdőjel, vagy mondjuk visszasorolás történik a besorolásba, akkor beszűkülnek a lehetőségeink, és az adott esetben akár egy súlyosabb helyzetet is tud teremteni. Itt nálunk, és hát a kis európai országokban egyértelműen a legfontosabb téma, hogy tartsd itthon a munkaerőt, és termelj otthon. Valahogy ez a kínai kiszolgáltatottság által most különlegesen felértékelődő kérdésé válik, tehát látjuk azt, hogy nem csak a koronavírus jön, hanem az utolsó maszk is. Tehát Kína nélkül megáll a világ. Van abban ráció, hogy hazahozni, amit haza lehet itthon gyártani, itthon termelni, itthon készíteni? Abszolút. Ez egyfajta visszalépés az eddigi globalizációs folyamatokból. Van ebben ráció, ugyanakkor ennek határt szab, ami egyébként akár egy jó hír is lehet, hogy a munkaerőhiány jellemző inkább Európára. Tehát Kínában nem azért van különböző munkafolyamatot, mert sokkal olcsóbb a kínai munkaerő, mint a kelet-európai, vagy egyáltalán az európai, hanem azért, mert másfél milliárdan vannak. Európa egy 500 milliós kontinens, amely komoly demográfiai kihívásokkal szembesül, és ha valaki visszaemlékszik, mi az, ami egy növekvő probléma volt már Magyarországon is 2019-ben, az a munkaerőhiány. Tehát abban reménykedem, hogy egyébként a Magyarországra visszatérő külföldön dolgozó munkaerő egy részét meg lehet fogni olyan munkákkal, amelyeket külföldi gazdasági vezető országok nem Kínába fognak tenni a jövőbe, hanem szeretnék legalább Európán belül tartani. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy Közép-Kelet-Európa helyzete nagyon felértékelődhet a válságot követően, stratégiailag mindenképp. Ha ezt okosan, ezzel okosan sáfárkodunk, akkor megint ott vagyunk, hogy igazából a munkaerő hiány lesz az, ami először a növekedési problémákat okozhatja. De hát ez egy furcsa kettőség, mert miközben a kormány is beszél már erről, hogy itthon és minél több munkahelyet teremteni itthon, közben Belgrád-Budapest vasútvonalat épít, leginkább a kínai dömpingárúra számítva. Én ezt azért szétválasztanám, tehát az, hogy milyen államfinanszírozott projektek vannak, ezek politikai döntések. Főleg kínai államfinanszírozottak. Így van, és attól teljesen függetlenek a nagy makrogazdasági folyamatok. Úgyhogy most vasúti finanszírozástól függetlenül haza lehet Magyarországra hozni több olyan munkafolyamatot, ami valójában nem hozzánk tartozik, hanem valószínűleg a németekhez, a franciákhoz, vagy a britek, ők outsourcolják Kína felé, és ezeket lehet Magyarországra hozni, amihez időlegesen mindenképp lesz munkaerőkínálat. Ugye fontos dolog lenne hazahozni a külföldön dolgozó magyar munkaerőt is. Szóval hát igen, ez egy folyamat, az egyik pillanatról a másikra most nem megy, főleg ha a nyugat-európai gazdaság hamarabb lábra, mint a magyar, akkor nyilván különösen nem, mert minél hamarabb munkához akarnak jutni a magyarok. Hogy látja annak az esélyét, mennyi idő alatt áll talpra a gazdaság egy ilyen járvány után? Ugye azt mondják, hogy különböző lefolyása lehet gazdaságilag, világgazdaságilag ennek a történetnek, a V-alakról már a kedves nézők is itt sokat hallottak, az U-alakú válságról, vagy az L-alakúról, amiről mindenki a legrosszabbakat mondja, mert ez gyakorlatilag egy stagnálás. Ő mire számít? Én valahol a V és az U közöttiben bízom. Nem annyira optimista, mint sokan, akik azt mondják, hogy jó, már júliusra visszapattanunk. Azért kell óvatosnak lenni, mert egyáltalán nem tudjuk, hogy mi lesz a következő lépés. Ha visszamegyünk a legutóbbi nagy világjárványhoz, 1918-19-hez, akkor ott azt olvashatjuk, hogy az olyan hirtelen eltűnt a semmibe, mint ahogy jött. Tehát nem egy oltás oldotta meg az egész helyzetet. Tehát nagy kérdés, hogy ez eltűnik megint, vagy tényleg csak az oltás fogja a megoldást. Az oltást meg ugye mondanak 2020 végétől 2021, sőt 22-es dátumokat. Tehát van egy óriási bizonytalansági faktor, mind vállalati, mind pedig államháztartási szinten, hogy
hogy is tervezzünk, milyen bevételekkel, milyen adóbevételekkel. Ugye ez egy másik fontos kérdés, hogy amikor meghatározza egy kormány mozgásterét, hogy milyen adóbevételekkel tud számolni. Ugye hát nálunk egy nagyjából egy 8%-os a delta, ami a tervezett GDP növekedéshez képest majd a valóság lesz. Ez ugye egy jelentős adó kiesést is jelent az államnak, tehát már ennek köszönhetően megugrik egy körülbelül 4%-ra a költségvetési hiányunk, és akkor még nem kezdtük a gazdaságot finanszírozni költségvetési pénzekkel. Hát ennek fényében még bátrabbnak tűnik, hogy már most elkészül a 2021-es költségvetés, miközben még azt sem tudjuk, hogy 2020-ban mi lesz. Azt gondolom, hogy attól teljesen jogos, hogy a költségvetéseket a kormányok megtervezik, a parlamentek elfogadják, de hát nyilvánvalóan ezeket felül kell vizsgálni az események ismeretében. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.